Az ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erősítik, a közösséget éltetik. Nem volt ez másként a Baba Mama klubban, ahol a község védőnője szervezi a foglalkozásokat, és ide is ellátogatott a Mikulás. Minden évben üzenünk a Mikulásnak, hogy vannak nekünk itt apró gyermekeink a Baba-mama klubba, illetve az óvodába, és szeretnénk, hogyha eljönne hozzájuk és megvendégelni őket egy kis csomaggal. Azt is megüzentük nekik, hogy nagyon jó gyermekeink vannak, és ezért olyanféle csomagot állítson össze, ami ezt jelképezi. Azt is elmondtuk a Mikulás bácsinak, hogy nagyon szeretnénk, hogyha az idén több gyümölcs lenne a csomagba, és egy kicsit kevesebb csoki, de én úgy láttam, hogy az arány nem borult fel, annyi csoki van, amennyi gyümölcs, de próbáljunk a gyerekeket egy kicsit ilyen szempontból is az egészségesebb ételek fele kormányozni, amennyire a gyereket lehet. Szia Mikulás bácsi, már nagyon vártunk téged! A Kétyi óvodában is nagy öröm a Mikulás várás, az ezzel járó készülődés. A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot, hogy eljöjjön a jóságos télapó. Kedves öreg télapó! Almát, csoki, csuklót is, még kaptak tőle mást is. Minden csoport énekekkel, versekkel és rajzokkal készült a Mikulás köszöntésére. Az örömmel tanult dalaikat, mondókáikat közösen mondták el, hetekkel előtte készültek már a gyerekek, hogy örömet szerezhessenek a nagyszakálónak. A Mikulás ünnepségre mindig nagy örömmel készülünk a gyerekekkel, már jó előre feldíszítjük a termet, az épületet, és különböző kézműves foglalkozásokon apró tárgyakat is készítünk, amit szintén felhasználunk dekorációnak, és versekkel, dalokkal készülünk a Mikulás bácsinak. Ebben az évben, sőt minden évben mindig a Mikulás ünnepség mellé egy előadással is kedveskedünk a gyerekeknek, amit általában a helyi könyvtár szervez, pontosabban a Tolna vármegyei megyei könyvtár támogatásával kerül megrendezésre, és a nagyon szeretik a gyerekek, most éppen egy báb előadást láthattak. Az én köpenyemet hozzad, Krampusztát! Na hozom már, itt van a végén, na vettel akkor! Na hogyan van ez a... Jaj! Mit csinálta a Krampuszka? Jaj, hát már kicsit nagy lett a pocakod, aztán nem ért össze ez a köpeny. Hát de egyszer szeretem a csokoládét. Ne mondj ilyet, nem szabad megenni a gyerekek csokoládéját. Nem az övékét eszem meg. Na, figyelj Mikulás, ne szomorkodjál. Itt lakik a Rigóni asszonyság az erdőbe. Elviszem, és majd ő megvarja neked. Jaj, ez nagyon jó ötlet. De siess, Krampuszkám. Az örömmel tanult dalaikat, mondókáikat közösen mondták el, hetekkel előtte készültek már a gyerekek, hogy örömet szerezhessenek a nagyszakálónak.